Jó estét kívánok! Kiszabadult a Szíriában elrabolt három magyar, korábban kutya kiképzéssel foglalkozó volt rendőr. Hajdú Jánosnak, a TEK vezetőjének Kőszegen egy diákoknak tartott fórum közben érkezett a telefon, hogy a három magyar biztonságban van és rövidesen elindulhat Magyarországra. Breaking news. Igen. Azt gondolom, hogy tényleg nem mosta rólam senki, de a három magyar él, a három magyar kiszabadult. A diákok tapsolyára követte a bejelentést, mely egy fórum közben érkezett a TEK vezetőjének. Hajdú János szerint azt már lehet tudni, hogy jó állapotban vannak a magyarok. Aránylag hamar a mi fennhatóságunk alá kerülnek, és a körülményekről most hagyd nem mondjak semmit, mert meglehetősen kaotikusak voltak, de most biztonságban vannak, ezt tudom mondani, és úgy tűnik, hogy pár óra is meg tudjuk őket indítani Magyarország irányába. De ezzel kapcsolatban rengeteg szervezési tevékenységünk van, úgyhogy azt gondolom, hogy ha mi összebeszélünk, se tudjuk ezt jobban megtenni, de még ezt mondom, biztos nem hiszik, viszont így van, tehát ez most jött ez a hír, úgyhogy három magyar él, és biztonságban vannak. A kőszegi fórumon egyébként Hajdú arról is beszélt a diákoknak, hogy a szélsőjobb erősödése is indokolja az általa vezetett szervezet működését. Az országban belül meglehetősen erőre kapott a szélsőjobb oldal, és olyannyira, hogy nyilván a parlamentben is megtart a Jobbik pártja, és ez mellett több más szélsőséges jobboldali szervezet alakul. Az ő elmondások szerint nemzeti alapon, ami nagyon helyes, de ezt nem úgy kell csinálni, hogy ezt erőszakkal, fegyverrel, kapára, kaszára és megölni mindenkit, akinek mások bőrszínen ez nem működik. Hajdú szerint ez a probléma az ország belső problémája, de most még kezelhető.